Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság szent nép. Isten népe, ébresztő! Az Úr Jézus nevében szeretettel köszöntelet titeket ezen a fantasztikus napon. Remélem, hogy, hogy Istennek a kegyelméből tudjátok most is ide fókuszálni a figyelmeteket, akárhol is, vagy akár utazol, akár e, képernyő előtt ülsz, akár tenned kell közben valamit, e, Istenek a kegyelméből, kagyelmet kapsz arra, hogy tudjál fókuszálni Isten igére, és hogy megkapod az ellátást, a, e, benne vagy az imádatban, benne vagy a, az, igé, az igé tanulmányozásában, e, megtapasztalod Istenek a munkáját, Istenek a megnyilvánulását az életedben. Drága mennyi atyám, köszönjük a te szerelmedet, a te jelenlétedet, és köszönjük, hogy Isten népének csak előre és felfele vezet az útja. És imádkozom, hogy a mai nap is, amit te mondasz, azt megcselekedjük, hogy Isten népe ma is felülről szemléje az eseményeket, sasüzemmódban, ne pedig alulról, hogy mai nap is megigazultságban, szeretetben és a természet fölöttiben járjunk a Jézus nevében, a te tökéletes akaratodban járjunk. Amen. A mai üzenet címe az, hogy a felsőbb hatalmasságok a jó cselekedetek ösztönzésére vannak. A Róma beléjekhez levél 13. rész 3. verse az angol Amplified Classic alapján azt mondja, hogy mert a fejedelmek, azaz az előjárók, akik uralkodnak, nem a jó, hanem a rossz, azaz a gonosz, káros és ártalmas cselekedetnek rettegésére, elrettentésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj, azaz ne rettegi a hatalmasságtól, a hatalomtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Isten igéje azt tanítja, hogy engedelmeskedjünk a felsőbb hatalmaságoknak, mert azokat Isten rendbenete. A Róma 13. rész második vers. Tehát legyen az a király, a miniszterelnök, az elnök, a kormányzó vagy a polgármester, nekünk engedelmeskednünk kell nekik, de csak és kizárólag Isten igéjével összefüggésben. Az 1 Péter második rész 13-15-ös versében ezt olvashatjuk. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az úrért. Akár királynak, mint fellebb valónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosz tevők megbüntetésére. A jól cselekvőknek pedig dicséretére. Mert úgy lett az Isten akarata, hogy jó cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Péter a Szent Szerem által megmutatja nekünk, hogy ezeket a rendeléseket a gonoszul cselekvők megbüntetésére és a jól cselekvők dicséretére hozták létre. Ma azonban egy olyan világban élünk, ahol néhány kormányzati vezető pontosan az ellenkezőjét cselekszi annak, amit az ige mond. Ezért gondot okozhat az, hogyha a helyes vagy helytelen meghatározását a kormányra bízzuk Isten igéje helyett. Isten igéje az, ami a jót és a rosszat meghatározza. A Róma 13. elsőtől négyes versében Isten szelleme pálapostalon keresztül arra int mindenkit, hogy engedelmeskedjen a felsőbb hatalmasságoknak, mert Isten engedélye nélkül nincs fennhatóság. Itt azonban nem állunk meg. Isten igéje meghatározza az állam felelősségét is. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól, mert Isten szolgálja a ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszúálló a ragra annak, aki gonosz cselekszik. Talán most azt kérdezheted, ez nem azt jelenti akkor, hogy bármit is tesz a vezető, az Istentől van? Egyáltalán nem. A megfelelő környezetbe helyezve kell megértened ezt, máskülönben hová sorolnád az olyan vezetőket, mint Stálin, Mussolini és Adolf Hitler? Az ő cselekedeteik istentelenek voltak. Meg kell tehát értenünk, hogy nem minden vezető van az úr tetszésére. A polgári hatóságoknak az igaz ügyet kell támogatniuk. A jó cselekedetek ösztönzésére vannak, és nem pedig a gonoszakére. A példabeszédek 29-es rész 2-től 4-es verséig az angol bővített fordításban ezt olvashatjuk. Amikor a megalkuvás nélküli igazak vannak hatalmon, az emberek örülnek. De amikor a gonosz ember uralkodik, az emberek felnyögnek és sóhajtanak. A király az igazságszolgáltatás útján tartja fenn országát, de aki ajándékokat és adományokat fogad el, romba dönti ezt. Tehát ezért nagyon fontos, meg kell értenünk a tekintés szinteket. Az első szint az maga, az első szint az maga Isten, vagy Istennek a szelleme, ugye Isten és az ő, Isten ő szellem. Amit Isten mond neked, az az első. Erről Tamás Pásztornak van kb. egy órás tanítása két részletben tekintélyszintekről. Pár mondatban, vagy pár percben ezt úgy lehet összefoglalni, hogy az első szint a tekintélyben mindig az Isten. Utána jön, utána jön az Isten írott igéje. Mert lehet olyan szituáció, amikor te gondolod, hogy mit kellene csinálni Isten írott igéje alapján, de Isten más jelent ki neked, és másra mutat rá. És ilyenkor, hogyha csak Isten írott igére támaszkodnál, akkor törvénykező lennél, ezért, hogy legyen egy személyes kapcsolatod Istennel. És a legfontosabb Isten hangja, aztán Isten írott igéje, aztán pedig a saját lelki amit már megtisztított az Úr igéje. Mert ha a lelkiismeretedet még nem tisztította meg Isten igéje, akkor lehet, hogy vádolod magadat másokat is. Az is lehet, hogy, hogy gonosz, vagy mocskos, vagy, vagy parázna, vagy istentelen gondolataid vannak, vagy, vagy rossz dolgokat akarsz csinálni, vagy, vagy, még a rosszat jónak látod, és a jót rossznak. Ha még a lelkiismeretedet nem tisztította meg az Isten igéje. Ezért fontos, hogy ha, amikor a lelkiismeretedet megtisztította Isten igéje, akkor a következő szint az Isten igény által megtisztított lelkiismeret. És utána, utána jönnek a különböző átruházott tekintélyek. Például, például ugye a pásztornak is a szellemi életedben van egy tekintélye. Mert azt mondja az Ige, hogy engedelmeskedjetek előjáróitoknak az úrban. Vagy a közigazgatásban, a fizikai életben a fizikai törvényeknek, a törvényhozásnak, a kormánynak, a, a miniszterek, miniszterelnökök, polgármesterek, stb. embereknek a szavára neked adnod kell. Te nem mondhatod, hogy te ezeknek felette vagy. Még akkor is, ha nem értesz vele egyet, még akkor is, ha te neked nem épp előnyödre válik, hanem károdra. Viszont akkor ne engedelmeskedj ezeknek, hogyha ellentmond a többi törvénynek. Tehát, ha te meg vagy győződve Isten igéről, tehát, tehát, hogyha Isten mond valamit, és Isten ellen buzdít téged a hatalmasság és a kormányzó, akkor nem vagy köteles engedelmeskedni neki. Nem vagy köteles, nem lehet azt mondani, nem mondhatták azt az emberek például akik részt vettek a holokauszba, hogy én azért csináltam, mert parancsba adták. Ugyanis Isten pedig azt mondta, hogy álljátok Izraelt, és ne ő embert. Tehát, ha valaki kormány parancsára embertől, akkor rendben van, hogy a kormánynak engedelmeskedik, de a magasabb szintű tekintélyének nem engedem, az Istennek nem engedelmeskedett, tehát engedetlen volt. Úgyhogy ezt így fontos látnotok, hogy ezért fontos az, hogy, Imádkozunk kell a hatalomban lévőkért, hogy Isten igével összhangban kormányozzanak. Ugyanis, hogyha Isten igével ellentétes döntéseket hoznak, akkor neked nehéz, helyzetbe kerülhetsz, mert döntened kell, hogy vagy ellentmondasz hatalomnak, és kockáztatod, hogy üldöznek érte, vagy bezárnak, vagy megbírságolnak, vagy ha engedsz nekik, akkor pedig nem Isten akaratát cselekszed. És ezért kell imádkoznod, hogy helyes döntéseket hozzanak, és azért kell imádkoznod, hogy a helytelen döntések téged elkerüljenek. Van olyan szituáció, amikor vannak törvények, de mégis te kedvességet találsz akár egy hivatali ember előtt, vagy bárki ember előtt, amikor az úr dolgát cselekszed. És még hátráltató környezetben is tudod az úr munkáját végezni. De ez ilyen nagyon fontos. A kereszt tartsátok be, a az adózási szabályokat tartsátok be, és az egyéb törvényeket is tartsátok be. Minden, ami, ha például megtiltaná a kormány, hogy, hogy, hogy nem lehet gyülekezet, sőt, nem szabad imádkozni se, hanem, hanem báványokhoz kell imádkozni, akkor ezt ne csináld meg. De, de a legyél egyébként pedig egy törvénytisztelő, a polgár és Isten meg fog ezért téged áldani. Hogy ne találjon rajtad fogódzót, mert sok Isten embere van, sok Isten népében sokan vannak, akik szolgálják az Urat, de nem ügyelnek a részletekre. És megszégyenülnek. Például szolgálják az Urat, de kiderül, hogy adótartozásuk van. És teljesen megszégyenülnek, mikor az adóhivatal leleplezi őket, és bezárják őket, vagy elveszik. Van olyan, akik imaházakat vesztettek el gyülekezeti tulajdont vesztettek el, gyülekezeti ingóságokat, mert adótartozásuk volt, és nem rendezték. És tele van az illető személy, vagy egy vázető tele van kenettel, csak nem rendezte a fizikai dolgokat, és a hatalmas kenete van, csak elveszik a technikáját, vagy elveszik az ingatlanját, vagy bezárják börtönbe, vagy letiltják a fizetését, vagy bármi történik vele azért, mert nem ügyelt a világi törvényekre. Nekünk ebben példamutatónak kell lennünk, és Isten fog ebben egy kegyelmet adni. Ha te Isten embere vagy, ne te legyél az, aki gyors hajtasz, meg száguldozol mindenhol. Mert hogyha egyszer balesetet okozol, lehet, hogy nem hal meg senki, lehet, hogy csak két kocsi sérül meg, de akkor az ellenség telerakhatja az újságot azzal, hogy ez az illető egy keresztény, és szégyent hozhatsz akár a kereszténységre is. Ezért nagyon fontos, hogy legyél törvénytisztelő, hogyha egyes törvényeket nagyon nehéznek tűnik betartani jogszabályokat, akkor kérjed Istent, hogy adjon kegyelmet. De mindig fontos, hogy az első Isten szava, a második Isten írott igéje, a harmadik a te lelkiismereted, és csak utána jönnek az átruházott tekintélyek. Tehát ne engedelmeskedj, ha, ha úgy tudnál engedelmeskedni egy állami törvénynek, hogy meg kell erőszakolnod a magad lelkiismeretét, azt tudd meg, hogy az Isten nem várja el tőled. A másik dolog, jó jár bárki, bármilyen hivatalnok, bárki, bármilyen állami tisztségviselő, aki támogatja Istennek a népét, mert azt mondja a Biblia, hogy a, a, az egyház olyan, mint egy kő, és aki ráesik erre a kőre, szétzúzatik, és aki erre az a kő esik rá, az szétmozsolja. Tehát bárki, aki ütközik Krisztus egyházával, az el fog veszni. Aki keményen megtámadják Krisztus egyházát, és üldözést csináljanak, és bántják, és a többi, azokra látni fogod egy idő után, hogy nagyon csúnyán összetöretnek, és meg is semmisülnek. Mert meg van írva. Úgyhogy ezekkel imádkozni, hogy bölcs döntés hozzon a nép, vagyis bölcs döntés hozzon a, a vezetőség. Nem tud olyan döntést hozni egy kormány, hogy mindenkinek jó legyen, de ami fontos, hogy hagyják az evangéliumot terjedni, és általában Isten adni neked a módot, hogy abban a környezetben, amiben működsz, prosperáljál. És lehet, hogy látni fogsz hitetlen tömegeket, akik rosszul járnak, akik, akik lecsúsznak, akik tönkre mennek, akik, nem, akik, akik rosszul járnak. De, de Istennek a kegyelmébe az a fontos, hogy tudjon menni az evangélium, mert ahogy ők kijönnek a sötétségből, úgy az ő életükben is megnyilvánul Isten áldása. Most pedig mondjuk el együtt az imát. Drága atyám, imádkozom azokért, akiket hatalmi pozícióba helyeztél, hogy támogassák az emberi jogokat, és méltóságot, a békét, a tisztességet, az igazságot, és ami Urunk Jézus Krisztus evangéliumának hirdetéséhez szükséges, kedvező atmoszférát. Ámen. Még egy nagyon fontos dolog az egésze kapcsolatban, azt mondja az egy Timóteus második része, Timóteus az írt első levél második része, hogy imádkozatok minden hatalmasságért, királyokért és minden méltóságban lévőkért. Azt kell megértenetek, hogy imádkoznotok kell az országotok vezetőért, akár elnök a vezető, akár miniszterelnök, akár ilyen kormány, olyan kormány, stb. polgármester, közigazgatási szereplőkért, bárki, akinek hatalom adatott. Ez nem pártpolitika hanem, hanem ezt írja Isten igie. Azt mondja, hogy csendes és nyugodalmat él, él és életet éljünk teljes Isten félelemmel és tisztességgel. És ahol a kormány egyik dö rossz döntés hozza a másik után, ott tudnod kell, hogy vagy nem imádkoznak a keresztjének. Vagy ha imádkoznak a keresztjének, akkor az Úr el fogja mozdítani azt a kormányt. Ugyanígy fordítva, ha abba hagyod az imát, és leáll Isten nép az imával, akkor, akkor az adott személyek el fognak kezdeni, vagy az adott vagy le fogják váltani az istenfélő személyeket, vagy az adott személyek elkezdenek rossz döntést hozni, és el fog kezdeni romlani a helyzet. Ezért fontos, hogy imádkozzunk. Még ha nem szimpatikus neked is egy-egy politikus, ez nem párpolitika. Azért imádkozz, hogy Isten félő döntéseket hozzon. Nem azért kell imádkoznod, hogy, hogy, ő személyesen hogyan, meg mint menjen előre, hanem vagy mi legyen vele, hanem azért kell imádkoznod, hogy üdvösségre jusson, és hogy Isten félő döntéseket hozzon. Ámen. Szeretettel, elköszönök most tőletek, kezdődik az és a gyülekezeti tagok számára, illetve 7 órától pedig nyilvánosan közvetítjük, amikor imádó építünk, az Úr Jézus áldjon Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő!